Köszönöm. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Kovács Péter vagyok, a Vág Hungária Kft-nek az interfész termékfelelőse. A mai napra három témát osztom nektek, így a vágó céget mind Magyarországon, mind globálisan gondoltam, bemutatom nektek azért pár szóban, illetve a rugós technológia előnyeiről, főleg így vasútiparban, illetve az energy management megoldásainkat mind hardware és software oldalra fogom majd érinteni a mai előadás során, úgyhogy vágjunk is bele. Ugye a vágó sztori az 1951-ig nyúlik vissza, ahol két német mérnök, Wagner és Olbricht feltalált ugye a rugós technológiát, megalkották az első úgymond rugós sorkapcsot, és hát nyilván ugye itt Németországban akkor megtörtént ennek a levédetése, és ezért lett a vágó, mert ugye a két német mérnöknek a tiszteletére gondolták, hogy akkor őrőlük nevezik el a céget. Nem túl igazságosan sikerült a neveknek az elosztása, így 3-1 arányban sikerült, de igazából ez így a sztorinak a kezdete, tehát hogy miért vágó a vágó. Itthon inkább a vagót ismerik, tehát a telefonon azt mondom, hogy vágó, akkor nem igazán szokták be azon, hogy mindenki ugye megvagózzuk a vezetéket, vagy pedig hozzá egy vagót a szerszámos ládából, tehát így innen lehet minket nagyjából beazonosítani. És hát egészen a 70-es évek közepéig kellett várni arra, hogy szériagyártásban lévő rugós vezetékösszekötők legyenek. Ugye ezek a még nem átlátszó vezetékösszekötők voltak, majd pedig a 70-es évek közepe vége fele pedig az első kalapszínes sorkapcsunk, ami rugós technológiával van ellátva, ugye megjelentek a piacon, illetve hogy az elektronikus elkezdett a 90-es évek közepétől teret hódítani, így akkor a különböző interfészelemek, PLC eszközök is megjelentek a vágó kínálatába, és hát a 2000-es évektől pedig a már meglévő termékeket újra gondolva, ránc felvarva új termékek jöttek piacra ugye a vágó portfóliójában. Ha a vágó napjában, ha globálisan nézzük, akkor egy borzasztó nagy cégről beszélünk. 1,2 milliárdos árbevétele rendelkezik Euróban, és közel 9000 munkavállaló van a világon. 29 lányvállalata, 6 gyára, és több mint 80 képviselettel rendelkezünk világszerte, és hát Magyarországon pedig 6,5 milliárdos árbevételre büszkélkedtünk a tavaly évben. Ezt 29 kolléga ért el itt Budaörsön, központunk Budaörsön van az Osonnal szemben jóformán, úgyhogy ha az M1 M7 bevezetőn járunk, akkor lehet látni a vágónak az irodáját. Tehát így elmondva, így röviden, tömören, így mind globálisan, mind így Magyarországon is szerencsére dinamikusan fejlődő vállalatnak vagyunk mi a lányvállalata. És alapvetően ugye 4 divízió van a vágónál, ugye kezdetben a kronológia sorrendben indulok balról jobbra, ugye a csatlakozás technológia volt az alaptermékcsoport ugye a vágónál, majd az interfész és automatizás termékek követték. Ugye az interfész elektronikai termékek az minden olyan eszköz, amiben van valamilyen szintű elektronika, de még nem programozható. Tehát a tipikusan ilyenek a relék, tápegységek, leválasztók és a többi. És ott ugye van teljes automatizási portfólió, úgyhogy esetleg világításvezérlésben gondolkodtak, akkor tudunk akár dali vezérlésben is segíteni nektek, akár hardware-ről és akár szoftverről is legyen szó, mert van most már egy megoldás divíziónk is, konkrétan úgymond ilyen mérnöki probléma megoldó szoftvereket tudunk biztosítani a partnerek számára, ilyen például a fogyasztásmérés, vagy a világításvezérés és egyéb komfort automatika, úgymond ezt így kész szoftverként tudjuk a partnerek számára biztosítani. És hát igen, ugye az első kalapszínes sorkapocs, azért vasútiparban azért szerintem már találkoztatok a vágóval sorkapocs szinten is. Ugye ez volt az első kalapszínes sorkapocs, ez a késklem névre hallgat. A kettő a mostanihoz képest abban volt a régi más, hogy itt a vezeték bekötéséhez is kellett úgymond egy szerszámot használni. Tehát ahhoz, hogy a rugóablakot ki tudja nyitni, az kellett egy szerszám. És ezt váltottuk a 2000-es évektől le.
hogyha a partner merev vezetéket, vagy érvékhüvelje ellátott vezetéket használ, úgymond ez a push-in technológia megjelent a sorkapcsolóba, tehát szerszámmentesen be tudjuk kötni a sorkapcsolóba a vezetéket, és azért jóval gyorsabban, könnyebben, egyszerűbben, úgymond szerszámmentesen tudjuk bekötni. Nyilván az oldáshoz fog kelleni szerszám, de a bekötést úgymond próbáltuk egyszerűsíteni, és kronológiával, hogy haladunk előre, megjelentek ugye a nyomógombos sorkapcsolók és a működtetők arra működtetett sorkapcsolóink is, ami igazából a vezeték összekötőn már találkoztatok vele, hogy igazából bontatóvagó vagy csatosvagóként szokták emlegetni a piacon, tehát ugyanez a technológián alapszik, de a sorkapcsolót, hogy minél jobban egyszerűbben tudja használni a felhasználó, és lehetőleg szerszámmentesen próbált cégeire nagy hangsúlyt fektetve ugye fejlesztéseket hozni, és azért látjátok, azért én szerintem elég jól sikerült. És hát ugye a rugós és csavaros technológiának az összehasonlítása, hogy miért érdemes mondjuk a rugós technológiát választani a csavarossal szembe, hát nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb, könnyebb használni, és mindemellett főleg egy ilyen rázkódásos környezet, mint a vasútipar, azért nyilván az, hogy karbontartásmentes, mert rázkódás és ütésálló, a sorkapocs az egy borzasztó jó tulajdonság, de egyéb más iparban is előre szeretettel használják, és hát mindemellett az optimális szurító erőt azt nem a szerelő, hogy a kezemben van a nyomaték, jól meghúzom a csavart, aztán az úgy jó lesz, hanem a rúgó ezt automatán beállítja, hogy a felhasználótól függetlenül az optimális szurító erő ez létrejön. És ugye a fő topikja a mai prezentáción a villamos fogyasztás, és hogy Magyarországon miért kell róla még mindig beszélni, mert évek óta a Csaba is ezt folyik, hogy kell mérni a villamos fogyasztásokat, mert hogy van egy törvényi megfelelőség, hogy az 50 kW fölötti teljesítményeket kell mérni. Tehát, hogy Ánlesz Uzzelmen igazából volt egy ilyen MK rendelet még a Covid előtt, hogy azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, akiknek kötelező szakreferenst igénybe venniük, ugye bizonyos fogyasztás fölött kell almérőket telepíteni. És egy tavalyi év december 31 volt a határidő, hogy ennek a törvénynek megfeleljenek. Ez egy nagy rész azért a vállalkozások zöme azért már vagy folyamatban van ennek a mérősítésnek a kiépítése, vagy pedig már végeztek ezzel, de még mindig vannak azért megkeresések, hogy ezeket a mérőket telepítsük, vagy hogy akár szállítsunk be eszközöket. És nyilvánvalóan sajnos még rátett egy lapát, hogy tavaly évben egy háború kitört a szomszédban, és így az orosz-ukrán háború következtében azért az energiaordozók ára drasztikusan megnőtt, és ezáltal az, hogy költséget csökkentsünk, és tehát a fogyasztásainkat valahogy vegyük vissza, ezekre a cégek próbálnak minél gyorsabban, minél hatékonyabban reagálni, mert hogyha nem mérem a rendszeremet, akkor nem is tudom, hogy hol van veszteségem, vagy hol tudok megtakarítani. Tehát ez ebből a szempontból egy nagyon kiemelt és kulcsfontosságú téma most, én úgy érzem. És ezért gondoltuk ezt a prezentációt megtartani, mert a vágó teljes megoldást tud a partnerek számára nyújtani, legyen szó csak hardware-ről, legyen szó csak szoftverről, teljes megoldást tudunk adni a partnereknek. Vannak különböző áramváltóink, feszültségérintkezőink. Itt látjátok, hogy balról jobbra haladva vannak fix áramváltóink, tehát zárt vasmagas áramváltóink 2500 amperig, vagy úgymond bontató áramváltóink utólagos telepítésnél 1000 amperig. Ezek ilyen lakatfogó elvén működnek. Vannak kisebb méretű 64 amperig ilyen kis megszakító profiljába illesztett áramváltónk, és illetve itt a bal alsó sarokban egy Rogowski tekercs is, ami a vágós mérőt használunk, akkor 4000 amperig alkalmazható. És ilyen néhány 10 ampertől 0,5-ös pontossággal rendelkezik, szóval ez egy elég jó termék, előszeretettel szeretik a partnerek használni, mert nem kell specifikálni, hogy milyen áramváltó kell, hogy 150 vagy 200x5-ösen használnak egy ilyen rózsaszínteket, és ez igazából univerzális. És hát nyilván a feszültségnek a jelére is kellnek eszközök, ahhoz vannak kalapsínre, vagy sínre szerelhető ilyen feszültségérintkezőink, vagy pedig ugye a vezeték szigetelését, ugye egy ilyen vámpír csatlakozó, azt szoktunk nevezni, mivel a szigetelést átvág és a kontaktus létrejön, és így akkor feszültségeket le tudjuk venni szigetelt vezetékekről is.
És ott van egy nagyon jó termékünk még, ez egy leválasztó sorkapucsa záramváltó szekunder oldalt, hogy rövidre tudjuk zárni. Ha a mérőkört esetleg meg akarnánk bontani, akkor van egy úgymond egy cikk számon rendelt áramváltó sorkapucsos blokkunk, ami azért jó, mert nem kell a véglapból, a különböző színű sorkapcsokból, az áthidalókból, a V-bakokból nekem egy csomagot tartani, hogyha van mondjuk egy háromfázisú mérésem, akkor egy cikk számban, egy dobozban megérkezik a partnerhez, és akkor csak fölpattintja a kalapsinőre, és már meg is oldotta a problémát, és ezt előszeretettel szokták alkalmazni, főleg ilyen fogyasztásmérési projekteknél. És ugye a Rogoszki tekercsről beszéltünk pár szót, de mégis azért kiemelném a jóságát, hogy ami még itt szóba jött a tegnapi vacsoránál, itt a plombálhatóság kérdése, hogy ez a fajta mérő, ez például, hogy a Rogoszki tekercs, ez igazából ez még plombálható is, ilyen bajonett zárra ugyanúgy működik, mint egy nyitató áramváltó. Csak a Rogoszki tekercs és az áramváltó között az a különbség, hogy míg az áramváltó áramértéket ad a szekunder oldalán, ugye a Rogoszki tekercs a millivolt, tehát feszültség jellel dolgozik, ezért egy másik kiértékelő eszköz kell, úgymond a fogyasztási adatoknak a felhasználása, de egyébként a működési elve ugyanaz. És akkor ugye a mérőműszerekről sejtsünk pár szót, ugye jobbról balról haladva látjátok, hogy van egy ilyen kijelzős megoldás. Ezek a jobb oldali két termék, ezek célhardverek, tehát ezek úgymond kalapsínre szerelhető fogyasztásmérők. A jobb oldalén van kijelző, ellenben microSD kártya slot nincs benne, tehát ez csak fogyasztási adatoknak a pillanatnyi kijelzésére, illetve az adatok továbbítására képes módbuszon. De a mellette levő, hogyha esetleg szeretnénk lokálisan is adatot tárolni, akkor van lehetőségünk microSD kártyára, CSV-ben úgymond a fogyasztási adatokat menteni, de egyébként ugyanúgy módbuszon ez is kiolvasható távolról. És a bal oldalról, hogyha átmegyünk, látjátok, vannak ilyen fogyasztásmérő kártyák, ezek, hogyha partnernél vannak vágós PLC-k, akkor nem kell igazából azt a PLC-t úgymond, tehát ezt a PLC-t fel tudja használni a partner, csak annyit tesz, hogy egy fogyasztás, egy mérési ponton megfelelő ugye, kártyát letesz, tehát hogyha mondjuk 5 mérési ponton van, akkor 5 fogyasztásmérő kártyát beletesz úgymond abba a PLC konfigurációba, és ugyan fel tudja használni már rendelkezésre álló vágós vezérről. Ezáltal mindig helyszínen válogatja, hogy éppen milyen a kialakítás, de alapvetően szinte az összes mérési feladatot azért le tudjuk kezelni ezekkel a mérőkkel. És hát végül, de nem utolsó sorban, ugye beszéltünk arról, hogy nem csak hardverünk, hanem szoftverünk is van, mert nyilván a hardver-szoftver nélkül ez egy félkarú óriás, tehát kell valami kiértékelő rendszer is, és ugye a Watson Energia Management szoftverrel rendelkezik ugye a vágó, ez alapvetően ez egy magyar startup cégnek volt a know-how-ja, és hát olyan jól sikerült, hogy nem Magyarországon, hanem a német vágó ezt átvette, úgyhogy most már igazából félig meddig német kézben van, tehát a fejlesztés is most már Németországban történik, és így teljes egészében ugye vágó termékekre van optimalizálva. És amiben igazából többet tud, mint egy átlagos energiamanagement szoftver, az az, hogy ez nem csak villamosfogyasztásmérésre alkalmas, hanem egyéb gőzök, gázok, folyadékoknak az integrálását, úgymond ilyen virtuális mérőkkel meg tudjuk tenni, tehát úgymond egy felületen én igazából az összes energia hordozómat ki tudom értékelni. De egyébként akár van lehetőség a közüzemi számláknak az importálására, különböző kontrollmérések vizsgálatára, vagy mondjuk itt volt szó a kerekasztal beszélgetésnél, ugye itt a lekötéseknél is, itt a lekötések kapcsán akár tud ugyanúgy előrejelzést is adni, vagy illetve határértékeknél alarmfunkcióként így jelzést adni a partnernek, hogy lassan a teljesítmény lekötésemet elérem, tehát akkor esetleg mondjuk egy világítás vezérésben, hogyha a technológia megengedi, akkor be tudunk avatkozni, le tudjuk mondjuk kicsit dimmelni az irodaházat, vagy bármelyik csarnokot, ahol mondjuk a gyártás ezt nem befolyásolja, tehát úgymond tudunk akár a lekötésekre is úgymond optimalizást adni. És teljesen modulárisan felépítető a Watson rendszere, tehát ez igazából az azt jelenti, hogy nem kell mindenkinek energetikusi végzettség ahhoz, hogy egy ilyen energy management szoftverbe úgymond ki tudjon
igazodni. Igazából teljesen személyre szabható, ilyen drag and drop módszerre, hogyha mondjuk éppen a pénzügyes kolléganő vagy kolléga szeretné a számára fontos, releváns információkat kinyerni, akkor nem kell egy 40 oldalas PDF-ből ezt kikeresnie, igazából tényleg a számára releváns funkciókat úgymond elő tudja hívni, vagy mondjuk el tudja rejteni, ami számára nem érdekes, tehát ezt igazából a partnernek személyre tudjuk mindig szabni. Ugye az alarmjelzéseket már beszéltünk, hogy nyilván bármilyen felső szinthez tudunk alkalmazkodni, mert ezek ugye a standard ipari protokollokat támogatják, ez a Modbus TCP az a standard mindegyik vezérlőnkön, vagy a Modbus RTU, tehát innentől kezdve igazából bármilyen felsőbb szinthez, akár BMS rendszerekhez is tudunk olyan adatokat továbbítani egy adatgyűjtő rendszer felé, és ugyanez az alarmjelzést akár tudjuk kommunikáción intézni a facility management rendszerekkel is. De egyébként preventív karbantartás jelleggel, tehát akár üzemórát is be tudunk integrálni, tehát mondjuk egy adott eszköznek az életciklusán, amikor 80%-ánál már tudunk egy automatikus jelzést adni a felsőbb szint fele, hogy most már egy időszakos karbantartást be kell ütemezni, ahelyett, hogy mondjuk egy kemencefűtés, vagy bármi kritikus eszköz mondjuk meghibásodik, és ezáltal mondjuk leállást generál. Ugye a megújuló energiák most így a drasztikus energiaordozó árak növekedése miatt egyre inkább előtérbe jön, tehát ezt is beleintegrálták a Watsonba, tehát úgymond a napelemes rendszeremet én ugyanúgy egy felületen tudom mérni, tehát hogyha nekem van egy napelemes rendszerem, akkor termelésemet, illetve a fogyasztásomat össze tudom hasonlítani, és akkor nem kell azt csinálni mondjuk, hogy az inverternek a felületére én belépek egy külön jelszó felhasználóval, hanem akkor ugyanúgy ebbe a Watsonba, egy almenübe ugyanúgy el tudom érni, és akkor össze tudom hasonlítani, hogy jól termel-e a napelem, elég napelem van-e fönt a tetőn, illetve valamilyen bővítést esetleg kell-e eszközön, vagy mondjuk van-e esetleg valami hiba a rendszerben. Arról is információt tudunk kapni róla. És hát így utolsó diaként így mégiscsak, hogy olyan képzeljétek így a rendszer felépítését. Ugye itt a mérőket alulról már megbeszéltük, hogy vannak célhardverek, amik igazából csak egy fogyasztásmérő, vagy pedig PLC-n esetleg nézünk fogyasztási adatokat. Egyébként még lehet hozzá illeszteni akár impulzus számlálást, hőmérséklet mérést, vagy különböző, hogyha mondjuk M-busz képesek akár a vízmennyiségmérők, akkor még az M-buszt is támogatjuk, tehát akár nem villamos méréseket is be tudunk integrálni, és akkor onnantól pedig vagy felhőbe, vagy pedig szerver alapon tudunk adatokat tárolni. Nyilván az egy finanszírozás oldalról is van benne egy különbség, mert nyilván amire a szerver az egy egyszeri költség, viszont van lehetőség, mondjuk havidíjas elszámolásba erre a Watsonnak a úgymond előfizetésére, hogyha a felhő alkalmazást használni, ezt mindig azért partnerrel válogatja, hogy egy egyszeri beruházás könnyebb esetleg cashflow-ban ütemezni, vagy pedig egy havidíjas elszámolásban, úgyhogy jóval kisebb, de egy tervezhetőbb költséget úgymond könnyebben be tudnak ütemezni így a cég a költségvetésében. Úgyhogy bárkinek bármilyen kérdése van, itt jobb oldalt a másik asztal a miénk, úgyhogy gyertek bátran és tegyétek fel, remélem tudtam, hogy gondolatébresztőt adni nektek, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.